asszonyoknak nagyon erős hangjuk van. Ezzel az elején, de hát azért a mikrofon az jó, hogyha van. Na, minden esetre most azért a következő dal előtt szeretném megkérdezni, emlékeznek-e arra, amikor piros pöttyösség volt rajta? Kérem, hogy mondják a gyerekek, hogy igen. Mikor volt az? 3 éve? 4? Most lehet, hogy 5-6 éve is volt az már, piros pöttyös ruhában és piros svájci sapkában énekeltem életemben először. A most következő dalt, de most egy kicsit felújítva jöjjön. Teenager, l'amour! Kedveket a mozgásba!
És megvárnám a Filip Gyalámú kérdőnek, magammal nektek, önöknek ajándékot is, képeket. De még mielőtt elkezdenénk a következő dal. Legyen következő dal? De még mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy van egy honlapom, amelyen nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, mert ezen a honlapon a sok érdekességen kívül a fellépés fotók között az általunk itt készített képeket is meg lehet nézni. Esetleg önmagukat is felfedezhetik közöttük. www.sandi.info címen várok önöket, várlak benneteket szeretettel. És van egy Facebookos oldalam is. Sandi hivatalos oldalaként vagyok itt fenn, és szinte naponta, sőt, naponta felkerül rá valami érdekesség velem kapcsolatban. Tegnap előtt voltam a Szigeten, és ott nagyon-nagyon őrületes bulit csaptunk. Hát arról is felkerült egy kis ízelítő, úgyhogy azt is meg lehet nézni. Tehát Sandi hivatalos oldalaként lehet engem megtalálni a Facebookon. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szeretettel fogadtak engem. Ígérem, hogy ezzel a szeretettel, amit önöktől, a közönségtől kapok, soha nem fogok visszajönni, és mindig nagyon meg fogom becsülni. És még mielőtt elindulna a dal, szeretném elmondani, hogy itt oldalt lesz egy nagyszabású dedikálás, hogy valahol itt, nem tudom, lehet, hogy itt valahol, itt lenne jó, mert van fény is. Tehát valahol itt jobb oldalon lesz egy nagyszabású dedikálás, melynek keretén belül a kiosztott képeket is nagyon szívesen aláírom, valamint sok helyütt szokták igényelni. Ide is hoztunk önökhöz, hozzátok magunkkal CD-ket. Itt a képek hátulján megtalálható, hogy milyen CD-ket hoztunk. És a Szerelmes Szívek című csönd legyen már, no? A minden itt neki. Szóval, a Szerelmes Szívek című film is itt van velünk, DVD-n, aminek 15 éves koromban a főszereplője voltam. Szóval ezeket lehet kapni természetesen jóval olcsóbban, mint ahol bárhol, mint bárhol máshol. És ezeket névre szólóan dedikálom a képekből, hogy azt fog kapni, akinek a legmagasabban lesz a keze! És a leghangosabban fogja velem együtt énekelni. Minden percem a szerelemé! Csodálatosan vagy.
viszont gyere!